A Titanicról származó ruhák, edények és személyes tárgyak képezik részét egy Londonban most nyílt kiállításnak. A tárlat új szemszögből mutatja be a szerencsétlenül járt óceánjáró tragédiáját. A hajó 1912-ben első útja során süllyedt el. A tárgyak mellett a hajó folyosójának és kabinjainak életnagyságú másolatai is láthatók. Hisszük, hogy az emberek jobban megértik majd a Titanic történetét, és remélhetőleg szembesülnek számos mítosszal, legendával, tévhittel, amelyek a történettel kapcsolatban élnek bennük, és egyben szembesülnek a hiteles történettel, mondta a kiállítás kurátora. A tárlatnak a DOCEX London rendezvényhelyszín ad otthont. Az esemény december 17-én nyílt és tavaszig tart. A kiállított relikviák között megelevenedik Viktor Peñasco, egy tehetős spanyol utas története is, aki ifjú menyasszonyát és szobalányukat a 8-as mentőcsónakba segítette, mielőtt visszahúzódott a süllyedő hajóra, hogy mentse a többi utast, soha többé nem látták.